Köszöntöm az Oxygen Music nézői, Csarek Zsuzsa vagyok, most jöjjenek térségünk legfrissebb és legfontosabb hírei. Szerdáig pótolhatják a felsőoktatásba felvételizők a még hiányzó dokumentumaikat az e-felvételi felületén. A jelentkezéskor megadott képzések sorrendjének módosítására azonban még jövő keddig van lehetőségük. A felvételizőknek azt javasolják, hogy sorrendmódosításkor járjanak el körültekintően. Azt elsősorban megváltozott döntésük vagy élethelyzetük alapján tegyék meg, ne az esély latolgatás miatt. A szeptemberben induló képzések ponthatárait július 24-én hirdetik ki, és azok elsőként a felvi.hu honlapon lesznek elérhetőek. Folytatódik a szúnyogírtás, a kezelés összesen 74 ezer hektár területet érint, Budapestet, 14 vármegyét, a Duna teljes szakaszát, így a sziget közt is. A katasztrófavédelem ezen a héten földi módszerrel gyéríti a rovarokat, mert a repülős kémiai beavatkozást a hőség miatt nem engedélyezte a tiszti főorvos. A nagy melegben a szúnyogok aktivitása későbbre tolódik, amikor a repülésbiztonsági szabályok miatt nem lehet légigyérítést végezni. Ha továbbra is sok lesz a szúnyog, egy későbbi időpontban pótolják a repülős írtást, amint megszűnik a kánikula. Már egészen fiatalon le lehet tenni a horgászvizsgát, teljesítéséhez azonban nem csak a halfajok ismeretére van szükség. A jelentkezőnek tisztában kell lennie a jogszabályokkal is, mondta el a Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron megyei szövetsége ügyvezető elnöke. Sikeres vizsga esetén jöhet a következő lépcsőfok, a belépés egy horgászegyesületbe. 3 éves kortól Magyarországon a jogszabályok szerint csak engedéllyel, állami jeggyel és területi jeggyel lehet horgászni, és 14 éves korig lehet ugye gyerekjegyet váltani, utána a vizsga köteles a rendszer, tehát utána már csak levizsgázva lehet újabb állami jegyhez jutni. Mondta el Iván Csóné dr. Horváth Zsuzsanna, a Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron megyei szövetsége ügyvezető elnöke. Hozzátette, horgászvizsgát már egészen fiatalon is lehet tenni, de kortól függetlenül ugyanaz a tananyag. 10 éves kortól lehet vizsgázni egyébként, és igazából ugyanaz a vizsga van, ugyanazokkal, hiszen ez egy életre szól, ezt nem kell újra és újra megcsinálni. Most van egy online rendszer, ahova a vizsga azonnal örökre beég, és akkor megőrzi a rendszer. A horgászengedély megszerzéséhez először regisztrálnunk kell online a Horinfo rendszerben. Van egy első lépés, hogy be kell regisztrálni, van egy Horinfo nevű rendszerre a Magyarországos Horgász Szövetségnek, ami gyakorlatilag minden horgászt nyilvántart, ebből történik az állami jegykiadás, és nagyon sok helyen most már területi jegykiadás is. Ebbe kell először beregisztrálni annak, aki horgásszal szeretne lenni, és hogyha beregisztrált, akkor az ő saját felületén keresztül eléri egyrészt a tananyagot, másrészt pedig a próbakérdéseket. A próbakérdések gyakorlatilag megegyeznek a valós kérdésekkel, ugye egy random teszt van, 45 kérdésből áll a vizsga, ebből 30-ra kell helyesen válaszolni, és erre annyiszor tesztel otthon az ember, ahányszor szeretne, tehát lehet gyakorolni. Ott ki is írja, hogy helyes vagy nem helyes a válasz, a vizsgán már nem, az csak utólag derül ki. De otthon kiírja, és így be lehet jól tanulni a vizsgának a kérdéseit, válaszait, ami végül segít abban, hogy az ember ne hibázzon akkor se, ha már horgászik. A vizsga teljesítéséhez nem csak a halfajokat kell ismerni, szükség van például jogi ismeretekre is. Széles körülismeretre van szükség, és ezért nehezebb egy kicsit a gyerekeknek, mert egyrészt vannak benne jogszabályismereti részek, amik ugye egy kicsit nehezebbek, másrészt van bent halfelismerés, meg halakkal kapcsolatos kérdések. A halaknak egy nagy részének van tilalmi ideje, ugye az ívási időben vannak olyan méretkorlátozások, amik országosak, és ezeket meg kell tanulni, és ezeket általában könnyebben tudják egyébként. A jogszabályi részek főleg a gyerekeknek nehezebben mennek, nehezen értelmezik a kérdést. Ha a 45 vizsgakérdésből 30-ra helyesen válaszoltunk, jöhet a következő lépcsőfok. Be kell lépnünk egy horgász egyesületbe. A vizsga után azonnal ki lehet váltani az állami jegyet, területi jegyet. Ahhoz az szükséges, hogy a horgász belépjen egy horgász egyesületbe, mert Magyarországon csak tagsággal lehet állami jegyet váltani, tehát kötelező tagság van. Iván Csóné dr. Horváth Zsuzsanna hangsúlyozta, az ingyenes vizsga központi helyen zajlik ugyan, de az online rendszeren belül. Ezért fontos, hogy a leendő horgászok tudják bejelentkezési adataikat.
Csak nem 170 orvostanhallgató érkezett nyári szakmai gyakorlatra a Győri Petszaladár Egyetemi Oktatókórházba. A cél az, hogy testközelből tapasztalják meg a betegellátással kapcsolatos teendőket. A kórház tájékoztatása szerint Észak-Nyugat Magyarország legnagyobb egészségügyi intézménye komoly terhelés mellett látja el a feladatát. A gyakorlatra érkezők azonban az itt eltöltött 4 hét alatt sokat tudnak segíteni az orvosoknak, szakápolóknak is. Bűz hatásra lehet számítani a következő napokban Écs és Pannonhalma térségében, tájékoztatott a Pannonvíz. Az écsi szennyvíztisztító telepen képződött szennyvíz iszapot a környéken lévő földekre viszik, ahol azt a gazdálkodó a lehető leggyorsabban beszántja, hogy a benne lévő tápanyagok a termőföldben hasznosuljanak. Mindössze 2 napot vesz igénybe a kiszállítás, amely az időjárás függvényében július 8-a és 27-e között esedékes. Hasonló jelenségre kell készülni Csíkvánd és Tét térségében is. A szerződött gazdálkodó a téti és gyarmati szennyvíztisztító telepről szállítja el az iszapot a környékbeli földekre. Vádat emelt a Győr-Moson-Sopron vármegyei főügyészség egy ittas vezetővel és társával szemben, aki átengedte a vezetést részegismerősének. A sofőrnek ittas járművezetésért, a másik férfinek pedig járművezetést tiltott átengedéséért kell felelnie. Ügyükben a döntést várhatóan a Csornai Járásbíróság fogja meghozni. Tudtuk meg dr. Stisz Tamástól, a Győr-Moson-Sopron vármegyei főügyészség helyettes szóvivőjétől. A vádirati tényállás szerint a vádlottak idén áprilisban együtt italoztak egy Győr-Moson-Sopron vármegyei falu vendéglátó egységében. Az egyikük elfáradt, kiment az autójába aludni. Röviden ezt követően a társa és másik 3 itt a személy utána ment, felkeltették, mivel haza szerettek volna menni. Ekkor a férfi felkelt, az autója kulcsait átadta a korábban vele együtt italozó társának, majd az 5 személy a közepes fokban ittas férfi vezetésével elindult. A rendőrök megállították őket, és megállapították a sofőr ittasságát. Az ügyészség a sofőrt ittas állapotban elkövetett járművezetés vétségével, társát járművezetés tiltott átengedésének vétségével vádolja. Előbbi bódult állapotban elkövetett járművezetés vétsége, utóbbi ittas állapotban elkövetett járművezetés vétség miatt korábban már volt büntetve. Az ügyben az érdemi döntést várhatóan a Csornai Járásbíróság fogja meghozni. Hazánk második zsidó kiválóságok kiállítását nyitotta meg a Győri Széchenyi István Egyetem. Az állandó tárlaton Albert Einsteintől Max Spitzen át Radnóti Miklósig több mint 400 zsidó származású tudós, művész és sportoló életútját ismerhetik meg a látogatók az egykori győri zsinagógában. A zsidók győri gyökerei világtalálkozón megemlékeztek a győri zsidó polgárok deportálásának 80. évfordulójáról is. Az eseményen 15 országból mintegy 200 vendég vett részt, többségük a holokauszt borzalmai túlélők leszármazottjai. Már állnak a falak, az alsó szintjét befették, a győri üstökös FC egyfüves, műfüves kinti pálya, egy műfüves fedett csarnok és a parkoló után most központi klub épület építésébe fogott. 300 utánpótlás korú labdarúgó otthona, az egykori élelmiszer, majd rekartpálya helyén épült sportközpont. Az eddigi konténeres átöltözést váltja fel a jövőre a 25 éves klub életében, ha elkészül a klubépület. Kétszintes, 300-300 négyzetméteres klubházat álmodtak ide, és az MLS támogatása mellett a szponzorok segítségére is szükség lesz. Kulcs embere volt a tavalyi Etónak Csontos Dominik. A balhátvédként és gólerős középpályásként is bevethető játékos idén is alapembere lehet a zöldfehéreknek. Érezzük azért, hogy elég kemény a felkészülés, tehát sokat futunk is, sokat edzünk, készülünk a csapattal, úgyhogy kemények az edzések, de úgy gondolom, hogy csak ennek lehet meg a gyümölcse, úgyhogy csináljuk ezzel a munkát. Vártad már ezt a pillanatot? Nagyon igen, de azt hiszem, hogy ezt az egész csapat nevében mondhatom, vagy akár a szurkolók, akár a klub nevében is, hogy szerintem mindenki ezt a pillanatot várta, úgyhogy izgalmasan várjuk a kezdést. Láttátok a sorsolást, gondolom, lesz majd az első 3 fordulóban 2 hazai mérkőzés is. Azt gondolom, ez egy jó lehetőség ilyen szempontból a csapatnak. Így van, nyilván megnéztük a sorsolást, tudjuk, hogy idegenbe kezdünk a Nyíregyházával, utána meg 2 hazai mérkőzésünk lesz, úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy a sok szurkolóink kilátogatnak majd a stadionba, sokan kijönnek és szurkolnak nekünk, úgyhogy nyilván ez egy nagy lehetőség, úgyhogy hazai pályán meg kell ragadni a stadion és a szurkolóink erejét. Akkor, amikor ide kerültél Győrbe, akkor mindenki bal hátvédben gondolkodott benned, azóta kiderült, hogy te egy joker játékos vagy, több poszton bevethető. Számíthatunk erre a
következő szezonban is, vagy azért itt lesz majd egyfajta kötött posztja mindenkinek? Nekem nyilván az a legfontosabb, hogy ahol pályára lépek, ott tudjam a maximális erőmmel a csapatot segíteni, úgyhogy ebben a szezonban is ezen leszek, hogyha középpályán kell, akkor ott, ha belső védőben ott, ha bal védőben, akkor ott, szóval igazából ez csak a mesternek a döntése, én boldog vagyok, hogyha pályán lehetek. Kedves nézőink, ez volt ma a híradó itt az Oxygen Musicon, a zenék mellett ma este gazdasági magazinunkat láthatják. Ha lemaradtak volna adásunkról, keressék a honlapunkon adásunkat, illetve műsorainkat, ahogy azt már jól tudhatják, magazinjaink között. További friss híreinket és tudósításainkat is itt találják, vagyis a győrihírek.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, mára búcsúzom, a viszontlátásra. Szerdán szinte zavartalan lesz a napsütés, kevés gomoly felhő inkább csak nyugaton képződhet, ahová délután egyet zivatar is besodródhat. Reggel 23, délután 35 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön még melegebb lesz, a hőmérséklet csúcsértéken 33 és 38 fok között alakul. Nyugaton erőteljesebb gomoly felhő képződés zavarhatja a napsütést, sőt egyet zivatar is előfordulhat. Pénteken derült, csapadékmentes időre készülhetünk, a legmagasabb nappali hőmérséklet elérheti a 38 fokot.